frissen felújított városháza két tanácskozó terme Kada Elek és Lester Péter nevét viseli. A Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács díjait adták át a mai napon. Átadták az 1000. területvédelmi tartalékos katonát Bács-Kiskun vármegyének. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják péntek este 19 órakor. Az önkormányzat legutóbbi közgyűlésén jelentette be Szemerejné Pataki Klaudia polgármester, hogy a frissen felújított városháza két tanácskozó terme Kada Elek és Lester Péter nevét viseli a jövőben. A teremjelző táblákat a Nemzetközi Kerámia Stúdió készítette el. Új teremjelző táblákat fedezhetnek fel a látogatók a városházában az átadó ünnepség óta. A legtöbbek számára a látogatóközpont felirat lehet szembetűnő, hiszen a várostörténeti kiállítás ezen a héten ingyenes. A szemfüles vendégek azonban láthatták, hogy a városháza két tanácskozó terme is nevet kapott. A helyiségek Kecskemét életében és fejlődésében kiemelkedő szerepet játszó egykori polgármesterek, vagyis Kada Elek és Lester Péter nevét viselik, és új táblát kapott a díszterem is. Ez utóbbi feliratot aranyszínű betűkkel olvashatjuk. A teremjelzőket a Nemzetközi Kerámia Stúdió készítette el. Az intézmény munkatársai a felújított városháza patinás megjelenéséhez igazodva négy helyiség kerámia tábláit alkották meg. Sütő Erika és Golovics Ferenc számára a tervezésnél és kialakításnál az épületet meghatározó, historizáló elemek szolgáltak inspirációként. A táblák színválasztásában a belső térben megjelenő és domináló árnyalatok, a kék, a vörös és a bézs köszönnek vissza. Emellett a Nemzetközi Kerámia Stúdió alkotóinak kezenyomát dicséri a csütörtöki ünnepélyes avatóceremónián emlékül átadott, korábban a városháza tetejét díszítő eredeti zsolnai cserepek díszítése. A tetőcserepek egyedi feliratot és grafikát kaptak, melyet 820 fokon égettek rá a tetőcserepek felületére. Továbbá a stúdió kortárs gyűjteményének darabjai azok a szobrok, amik a napokban kaptak helyet a városháza Lechner-Ödön udvarán. Úgy tudjuk, hogy a tervek szerint a díszudvaron hosszú távon díszítik majd alkotások a felújított városháza belső parkját. Kitüntették Kecskemét legkiválóbb tehetségeit, és három új tehetség nagykövetet is választottak. A mai tehetségnap díját adó ünnepséget a Kecskeméti Városháza dísztermében rendezték meg. Idén ismét megszervezték a Kecskeméti Tehetségnapot. A megújult városháza átadásához kapcsolódó ünnepi hét részeként több tucat példaképet tüntettek ki a Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács ünnepi díjkiosztóján. Elsőként a középiskolások számára létrehozott ígéretes tehetségdíjakat nyújtottak át, három korosztályra bontva, öt kategóriában sorolták az idei évben legkiválóbb teljesítményt nyújtókat. Az eseményen kiemelték, ezek a gyerekek már életük első szakaszában komoly eredményeket értek el, öregbítve ezzel nem csak saját, de iskolájuk és a város hírnevét is. Ezzel nem szeretnénk mi ezt lezárni, nyomon is szeretnénk majd követni őket, hiszen nagyon sok tehetséges ember van, akik vagy kecskeméti fiatalként elindult, akár művész, aki vagy tudós tudomány területén, akiket szeretnénk visszahívni és nyomon követni a jövőben. Fontos, hogy a már sikeres életutat befutott fiatalok példaképként álljanak az újabb generációk előtt, tette hozzá az alpolgármester. Idén négy olyan fiatalt tüntettek ki a tehetséges fiatal díjjal, akik életpályájukat jól megalapozva ma már világszínvonalon kamatoztathatják tudásukat a művészetek, a sport, a fizika, vagy éppen az űrkutatás területén. A példaképek szerepét tovább hangsúlyozva idén Kecskemét város három új tehetség nagykövetét is kinevezték. 2023-ban dr. Kelemen Editet, a Kecskeméti Kórház újszülött és csecsemő osztályának főorvosát, Fülei Balázs zongoraművészt és a már NB1-es kerettag kecskeméti labdarúgót, Szalai Gábort ajándékozták meg a kitüntető címmel, és egyben a feladattal, hogy példaképek legyenek. Átadták a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság toborzói az 1000. területvédelmi tartalékos katonát Bács-Kiskun vármegyének. A kadétképzésben tanuló fiatal ünnepélyes keretek között írta alá szerződését ma délelőtt a megyeháza dísztermében. Aláírta szerződését az 1000. területvédelmi tartalékos Bács-Kiskun vármegyében ma délelőtt a megyeházán.
Az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer felállításának célja az volt, hogy a Magyar Honvédségnek minden vármegyében járásban legyenek helyi erői. A Magyar Honvédségben szolgálni megtiszteltetés. A hazaszolgálata mindennél fontosabb, hiszen a honvédelem nemzeti ügy, és napjainkban talán elmondhatjuk a legfontosabb nemzeti ügy. Több mint 1000 éve harcolunk azért, hogy itt, a Kárpát-medencében a magyaroknak ne csak otthona, hanem hazája is legyen. Ettől magasztosabb cél, magasztosabb hivatás úgy hiszem nem létezik. Gáldonyi Sándor, a 13. hadkiegészítő és toborzó iroda vezetője elmondta, a cél, hogy minél többen válasszák a katonai hivatást, vagy szolgálják a honvédelem ügyét a civil munkájuk mellett. Ennek megvalósulása itt a vármegyében, mint a példa is mutatja, nagyon jó úton halad. A sikeres toborzás alapja, hogy mindenki egyet akarjon és tegyen érte. A megalakult önkéntes területvédelmi zászlója kezdetektől partnerként kezdte meg működését. Ha kellett, akkor támogatta a toborzást, ha kellett, akkor kiképzett. Tette és teszi a munkáját a mai napig a legnagyobb hitelességgel és szakértelemmel. Céljuk az, hogy a jelentkezők tudással és emellett élménnyel gazdagodjanak. Mindenki azt kapja, amiért jelentkezett. A vármegye ezredik tartalékosa, Péli Olivér már gyerekkora óta érdeklődik a Magyar Honvédség a katonai pálya iránt. Jelenleg a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Technikum 11. évfolyamos hallgatója kadészszakirányon. A mai esemény megtisztelő volt számomra, hogy ilyen attól függetlenül, hogy honvédség ilyen családias jellegű volt, és hogy megismerhettem a leendő főnökeimet, és megtisztelve érzem magam. Az eseményen elhangzott, országosan több mint 11.500 önkéntes tartalékos katona szolgál együtt egy célért. A rendezvényen Kovács Ernő vármegyei főispán egy emlékplakettet kapott, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokától, Durgó Tamás alezredestől, a toborzói rendszer támogatása miatt. Az ország minden pontjáról érkezett mintegy 400 gyermekgyógyász szakorvos Kecskemétre a Magyar Neonatológiai Társaság 4. kongresszusának a Four Points-ban Sheraton Hotel ad otthont június 8-a és 10-e között, amely egyben a fiatal neonatológusok 8. találkozója is. A kongresszus fő témája az újszülött ellátás. A szülőszobai ellátástól kezdve a koraszülött ellátáson át az utógondozásig széles skálát ölel át a Magyar Neonatológiai Társaság 4. kongresszusa. A megnyitót ma tartották a Four Points by Sheraton Hotelben. A résztvevő szakemberek a háromnapos kongresszuson, kerekasztal beszélgetéseken, szakmai előadásokon és workshopokon vehetnek részt. A Magnet főszervezője elmondta, az országos rendezvényre több száz csecsemő és gyermekgyógyász szakember érkezett, három fő területről tanácskoznak a szakemberek. Az úgynevezett hot topics, tehát a forró témák, amik a legújabb dolgok a neonatológiában, az úgynevezett NICE 1 ellátás, ami az alap újszülött ellátás jelenti, tehát ugye ebben van az újszülötteknek a 90%-a, és a harmadik az pedig a fejlődés neurológia, ami ugye szintén az újszülött gyógyászathoz kötődik, de az ugye egy utánkövetés már, tehát ott már az újszülött koron túl is gondolkozunk, tehát azok a újszülöttek, akik valamilyen szempontból problémásak lehetnek, tehát az ő fejlődésük problémásak lehet, esetleg egy kiskoraszülött vagy oxigénhiányon átesett újszülött, azoknak a utánkövetéséről is beszélünk most kiemelten ezen a kongresszuson. A Magyar Neonatológiai Társaság a Magnet 2019 nyarán alakult meg. Fő cél a neonatológia, vagyis az újszülött gyógyászat területén felmerülő szakmai és tudományos kérdések művelése. A társaság kiemelten fontosnak tartja a neonatológia területén dolgozó összes szakemberrel való kapcsolattartást. A felújított Városházát ünneplő rendezvénysorozat részeként csütörtökön este bemutatták a Városháza dísztermében Bán János kecskeméti szerző Hunyadi Jánosról szóló könyvsorozatának legfrissebb 12. kötetét. A teltházas díszteremben Szemereiné Pataki Klaudia polgármester mutatta be röviden az est főszereplőjét, egykori munkatársát és barátját, akivel Kriskó János televízió szerkesztő beszélgetett a frissen megjelent kiadványról.
Bán János írói nevén Bán Mór 15 évvel ezelőtt indította el történelmi regény folyamát a Hunyadi család történetéről. Mára a 12. darabja készült el a sorozatnak Angyal a kapuk felett címmel. Az eredetileg 3 kötetesre tervezett Hunyadi János élettörténet várhatóan a 15. kötettel ér majd el a világra szóló Nándorfehérvári diadalig, majd a csata következtében kialakuló pestis járvány miatt a címszereplő gyors haláláig. A 12. kötet, amely 1451 nyarától 1453 januárjáig tekinti át a főhős és környezete történetét, világtörténelmi jelentőségű változások előkészületeit dolgozza fel. Ilyen nagyhatású változás volt Konstantinápoly török általi elfoglalása 1453-ban. A Boszporusz ellenőrzésének török kézre kerülése, a tengeri világkereskedelem teljes átrendeződését, és ezzel a nagy földrajzi felfedezések felgyorsulását, valójában az újkor kezdetét eredményezte. Eljutunk Konstantinápoly ostrovának előestéjéig, illetve ahhoz a ponthoz, ami Hunyadi életében meghatározó jelentőség, amikor lemondatják a kormányzói posztról, mert tulajdonképpen megfosztják a hatalmának egy részétől, ugyanakkor a felelőssége van részét ott hagyják a vállán, és hát nyilvánvaló, hogy közeledik a veszély, tehát a török terjeszkedés eléri egy olyan kritikus pontját, ami nem csak Konstantinápolyt fenyegeti, hanem mindenki számára nyilvánvalóan a következő útjukban álló akadály Magyarország lesz. Bán János a beszélgetés során utalt a tárgyalt korszak és jelen viszonyaink hasonlóságaira. Beavatta hallgatóságát abba, hogy a néhány fiktív szereplő mellett a kötetben előforduló alakok konkrét történelmi figurák, akik adatolhatóan azt mondták és cselekedték, amit a regény megörökített. Utalt arra is, hogy a valóság sok esetben jóval hátborzongatóbb, mint bármely írói fantázia vagy képzelet. Beszélt az egyes cselekményszálak megtervezésének folyamatáról, újabb és újabb források előkerülésével a történet folyamatos bővüléséről, és végül a készülő 10 részes filmsorozat aktuális állapotáról is, amelyre folyamatos rálátása van. Arról, hogy a következő kötet mikor jelenik meg, nem bocsátkozott találgatásokba. A sajtóból annyit tudható, hogy a televíziós sorozat 2024 őszén kerülhet a nagy közönség elé. A felújított városháza átadása alkalmából szervezett sokszínű ünnepi rendezvénysorozat keretében a jazz is szerepet kapott. Csütörtökön este a Jazz Because koncertezett a díszteremben. Kellemes nyáresti koncerten vehettek részt azok, akik ott voltak a Jazz Because tegnap esti koncertjén. Az együttes programjában felcsendült jazz standard, népdal, pop rock, funk és a soul is. A műfaj szerelmeseit Szentgyörgyi Hanna, Maros Ottó és Székely István szórakoztatta. A szervezők azokra is gondoltak, akik egyszerre szerettek volna gyönyörködni az új városháza szépségében és a zenében, így a dísztermen kívül óriás vetítőn a Szabadság téren is látható volt a koncert. Spanyol pedagógusok töltöttek 5 napot a kecskeméti Korvin Mátyás általános iskolában az Erasmus Plus program keretében, hogy megismerkedjenek a magyar oktatási rendszerrel, elsősorban a 2 tannyelvű oktatással. Az iskolában a 2 tanítási nyelvű forma működését tanulmányozták, emellett a magyar kultúrával is megismerkedhettek. A kecskeméti Korvin Mátyás általános iskola elsősorban az angol nyelvi oktatásáról ismert. Az intézmény angol-magyar 2 tanítási nyelvű, valamint emelt szintű angol nyelvi programokat működtet a normál idegen nyelvi oktatás mellett. Az Erasmus Plus program keretében spanyol pedagógusok 5 napot töltöttek az intézményben, hogy megismerjék ezt az oktatási módszert. Többek között órákat látogattak, kollégákkal volt lehetőség beszélgetni, illetve konferenciák volt, ahol én bemutattam az iskolai rendszert, az oktatási rendszerünket, a saját pedagógiai programunkat, kiemelve, ugye, amit legjobban érdekli őket, a 2 tannyelvű képzés, de természetesen részt vettünk a városházi programokon, ami nagyon tetszett nekik, ugyanez zene és táncos darabok voltak, ami egy nagyon jó kis alkalmat nyújtott a magyar kultúra bemutatására, illetve megnéztük a várost. A 3 spanyol pedagógus Burianából érkezett Kecskemétre. The main object is to understand the education system in Hungary.
Először is a magyar oktatási rendszer szeretném megismerni. Azon belül, hogy ez az intézmény ezt hogyan alkalmazza, hogyan tanulnak itt a diákok, nagyon jól éreztük itt magunkat. Az Erasmus Plus program támogatja, hogy külföldi képzési időszakok során a szakképzésben dolgozó szakemberek szakmai továbbképzésben részesüljenek, a külföldi képzés szakmai gyakorlatot, szakmai látogatást, illetve szakmai megfigyelést foglal magában. A linómetszést próbálhatták ki az érdeklődő tegnap délután a Cifra palotában. A vendégek szecessziós mintákat vágtak ki, majd a nyomatokat textil, például kenyeres vagy ékszeres zsákokra nyomták. A kézműves workshopon lépésről lépésre tanította meg ezt a technikát Lázár Zsófia rendezvényszervező. A 3,5 órás eseményen mintegy 10 fő vett részt, akik végül saját alkotásukat hazavihették. A linómetszés és a felújított városháza megnyitó ünnepség sorozatának része volt, és amely rendezvény szorosan kapcsolódott a szombati szecesszió világnaphoz. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Új teremjelző táblákat fedezhetnek fel a látogatók a városházában az átadó ünnepség óta. A két tanácskozó terem Kadaelek és Lester Péter nevét viseli a jövőben. A teremjelző táblákat a Nemzetközi Kerámia Stúdió készítette el. A Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács díjait adták át pénteken egy gálaműsor keretében a városháza dísztermében. Ehhez kapcsolódott a Kecskeméti Képzőművészeti Tehetségműhelyek bemutatkozó kiállítása is, amely június 17-ig tekinthető meg. Átadták a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság toborzói az 1000. Területvédelmi Tartalékos Katonát Bács-Kiskun vármegyének. A kadétképzésben tanuló fiatal a megyeháza dísztermében írta alá szerződését. Az ország minden pontjáról érkezett mintegy 400 gyermekgyógyász szakorvos Kecskemétre. A kongresszus fő témája az újszülött ellátás. Önök a híres híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták, hamarosan következik a kiemelő. Mai magazinunkban Bognár Gabriánával, a Szórokaténusz Játékmúzeum és Műhely osztályvezetőjével beszélgetünk a szombaton tartandó programjaikról. Ezt követően megmutatjuk, milyen különlegességet készítettek a Kerámia Stúdió művészei a Városházára. Végezetül pedig láthatják, milyen épületekkel és sportlétesítményekkel gazdagodott a város az elmúlt 10 évben. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a címe híros.hu. A híres híreket 20 óra 45 perckor és 22 óra 30 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. Ezen kívül a kecskeméti tv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. A Hét című heti hírösszefoglalót szombat és vasárnap 19 órakor, illetve vasárnap és hétfő reggel 7 és 9 órakor láthatják. Kedves nézőink, köszönöm szépen figyelmüket kollégáim nevében is, friss hírekkel tehát legközelebb hétfőn este várjuk Önöket. Számítunk Önökre akkor is, viszontlátásra! Szombaton az erőteljes gomoly felhőképződés és fátyol felhők mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Több helyen előfordul zápor, eső, zivatar, általában mérsékelt lesz elég mozgás. Hajnalban 13 fokot, napközben 24 fokot mérhetünk. Vasárnap az erőteljes gomoly felhőképződés mellett hazánk nagy részén több órára kisüthet a nap. Összességében több helyen előfordulhat zápor, eső, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 14 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul. Hétfőn gomoly felhős napos időre számíthatunk, egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északkeleti szél megélénkül, többfelé megerősödik. A minimum hőmérséklet 9 és 13 fok, a maximum hőmérséklet 18 és 22 fok között várható majd. Thank you.
Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban Bognár Gabriellával, a Szórokatinusz Játékmúzeum és Műhely osztályvezetőivel beszélgetünk a szombaton tartandó programjaikról. Ezt követően megmutatjuk, milyen különlegességet készítettek a Kerámia Stúdió művészei a Városházára. Végezetül pedig megmutatjuk, milyen épületekkel és sportlétesítményekkel gazdagodott a város az elmúlt 10 évben. Már is kezdünk. A Szórokatinusz Játékmúzeum és Műhely is csatlakozott az Én Városházám a Tiéd a Miénk című programsorozathoz. A Szecesszió világnapja alkalmából június 10-én megnyílik a Grabóka Szecessziós kincse Grabovecki Leon játékműhelyéből című időszaki kiállítás az intézményben. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk most Bognár Gabriellával, a Szórokatinusz Játékmúzeum és Műhely osztályvezetőjével. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Hogyan csatlakozott a Szórokatinusz a városi ünnepség sorozathoz? Hogyan kapcsolódik be? A városi ünnepség sorozathoz két nagyobb rendezvényhez lehetett kapcsolódni. Ugye az egyik volt múlt hétvégén a Nemzeti Összetartozás napja, a másik pedig most hétvégén a Szecesszió napja. Miután a játékgyűjteményben egy gyönyörű szecessziós játékkészítő műhelynek a tervrajzai és az elkészített játékai találhatók, Grabovecki Leon munkái, ezért úgy gondoltunk, hogy mi most ezzel kapcsolódnánk ehhez a programhoz. Mit kell tudni a kiállítóról, illetve az ő munkáiról, erről a kiállításról? Grabovecki Leon egy rajztanár volt tulajdonképpen. Ugye a nevéből is látszik, hogy részben lengyel származású, édesapja lengyel volt, édesanyja pedig erdélyi származású magyar. Részben egyébként, miután édesanyja meghalt, a nagymamánál nevelkedett Zilahon, kint Erdélyben, és itt kint készültek az első munkái is, Szamosújváron. A gyönyörű szecessziós rajzaiból és terveiből készültek az első munkái, és aztán Budapesten tanított rajztanárként, és itt alapította meg azt a műhelyt, amiből aztán egy iparművész segítségével, Bod László iparművész segítségével, ahol elkészültek ezek a játékok. Tehát ezek szecessziós játékok? Szecessziós korabeli játékok? Igen, főleg a legelsőeken látszik nagyon szépen a terveken is, aki eljön a kiállításban, megnézheti. Az állandó kiállításban is vannak egyébként már Grabóka játékok. A Grabóka egyébként a márka neve tulajdonképpen ezeknek a játékoknak. Tehát már ott is vannak tervrajzok is, és elkészített játékok. Most ebben a kiállításban pedig a szép szecessziós tervrajzaiból láthatunk majd egy válogatást. A szecesszió rajta hagyta a kéznyomát mind a tervrajzokon, mind a játékokon. Hogyan állt össze ez a gyűjtemény? A gyűjteménynek az összeállítása, illetve a feldolgozása a korábbi intézményvezető, illetve osztályvezető Kalmár Ágnes művészettörténész kezenyomát dicséri, és az ő munkáját dicséri, hiszen ő gyűjtötte össze ezeket, ő dolgozta föl, ő foglalkozott Grabovecki Leon munkásságával. Mi csak abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy amit ő előkészített, most kiállíthatjuk. Tehát most érett be az ő munkája. Egyébként a szecessziós játékok, illetve szecessziós játéktervek mennyire lehetnek érdekesek egy mai gyereknek, vagy egy felnőttnek? Nagyon érdekes, mert Grabovecki Leon, ugye itt az első világháború után vagyunk, főleg amikor ezek elkészültek, ezek a munkák, és tulajdonképpen ő egy ilyen menekülésnek is gondolta ezeket. Tehát egy olyan szép játékvilágot, egy olyan mesevilágot szeretett volna teremteni a játékaival a gyerekeknek, ami ebből a elég nyomasztó környezetből és helyzetből kihúzza a gyerekeket, és valóban tehát a pöttyemberkéje, vagy a madárháton lovagló emberkéje, vagy a különféle nyuszijai és egyéb játékai mind-mind olyan mesevilágot tudnak teremteni a gyerekeknek, ami a mai gyerekek számára is szép és élvezetes, hiszen ezek nagyon szép, kidolgozott, kézműves játékok, tehát nem... Ezért is nem tudott nagy üzemben gyártani. Tehát ezek kézikészítésű iparművészeti játékok tulajdonképpen. Tehát szép a szemnek, szép a léleknek. Lehet azt tudni egyébként, hogy hány darab mennyi lelhető fel ezekből még így napjainkban? Hát nagyon kevés. Mert hogy eleve kevés készült, akkor
Kevés maradt is meg? Igen, és ugye ezek fából készült játékok, amik ugye festve vannak, és hát nagyon sokat Kalmár Ágnes is úgy talált meg, hogy már rossz állapotban voltak, és hát talán nem tudom, hogy lehet-e még megtalálni őket, nagyon nehezen, én azt gondolom, most már nem nagyon. Térjünk vissza akkor a kiállításhoz, illetve a kiállítás megnyitójához, szombaton lesz, milyen programokkal készülnek a megnyitóra? A megnyitóhoz kapcsolódik majd egy mese, hiszen Szóra Katinusz Játékmúzeum nem telhet el gyerekprogramok nélkül, úgyhogy egy interaktív mese a Táltos Kecske címmel kerül előadásra, Tasi Lilla mesemondó segítségével, ő egy interaktív mesét indít, és aztán ez a Táltos Kecske megelevenedhet a gyerekek keze nyomán, hiszen a kézműves műhelyünkben elkészíthetik ezt a Táltos Kecskét, ami pedig Grabovieczky Leon egyik tervrajza alapján készül majd el. Azt hozzá kell tennem, hogy ezek a játékok, a Grabóka játékok mind mozgatható figurák voltak, így ilyen mozgatható bábú készül majd el a műhelyben, és aztán lesz itt még óriás kifestő, Grabóka párkereső játék, tehát egész nap lehet játékot találni. Délután pedig lesz egy előadás, Kelle Antal és Majercsik Krisztina fog előadást tartani. Ők egy olyan házas pár, akik a Játék Annó című boltnak a tulajdonosai, tehát régi játékokkal foglalkoznak, és a Grabóka játékoknak a felújításával, illetve azoknak az újraalkotásával is foglalkoznak, úgyhogy akit érdekel, hoznak kézbe vehető játékmásolatokat, ilyen Grabóka játékmásolatokat, úgyhogy ki is lehet próbálni, játszani lehet ezekkel a játékokkal. Szombaton mikor kezdenek? Mikor? Ez egy egész napos program, a mese az 10 óra 30-kor kezdődik, és ez a délutáni program pedig 15 órakor kezdődik. És milyen korosztály ez, akinek ez érdekes lehet, kinek ajánlja? Hát a Táltos Kecskét és a bábkészítést egészen kicsi óviskortól kezdve én azt gondolom, hogy ajánlom. Az Egy pöttnyi szecesszió pöttyemberke és társai című előadást inkább már a nagyobb bacskák, illetve a felnőtt érdeklődők számára ajánlom. Tehát egész nap látogatható a játékműhely, és egész nap lesznek programok is. Kell-e előre regisztrálni, vagy milyen módja van, mik a gyakorlati tudnivalók a részvételnek? Nincs előzetes regisztráció, viszont egy programot elfelejtettem. Van egy keresőjátékunk is, egy nyomozójátékunk is, Mi a Manó címmel, nem lövöm le a poént, de egy Grabóka játékot és annak a nevét kell majd megtalálni a kiállításban. Tehát szombaton várnak mindenkit, és akkor nem kell előre regisztrálni. Nem kell regisztrálni, szeretettel várunk mindenkit 10 órától. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm. Nagyon szívesen. A funkció mellett a díszítő elem jellegre is figyelnie kellett a Nemzetközi Kerámia Stúdió munkatársainak a Városháza teremjelző jelölő kerámia tábláinak készítésekor. Azt, hogy az épület falaira táblák kerüljenek, komoly történetkutatás és formaelemzés előzte meg. Itt már lehet látni így a mintadarabok, illetve ezek között a darabok között is, hogy mennyi zsugorodtak a méretek. Süti Erika, a Nemzetközi Kerámia Stúdió vezetője éppen azt mutatja, hogy milyen folyamat zajlott le, mire a tervekből elkészültek a Városháza új teremjelölő kerámia táblái, a termékfejlesztéssel is felérő alkotási folyamatra 3 hét állt rendelkezésére a stúdió munkatársainak. Kezdtük egy helyszíni fotózással, történeti kutatással, formaelemzéssel, hogy igazából mik azok a formai elemek, hogy amik meg tudnának jelenni egy ilyen viszonylag funkcionális, de mégis díszítő jellegű tárgy esetében. Nekünk nagyon fontos volt, hogy egy olyan formát találjunk, ami szervesen illeszkedik abba a térbe, de mégis egy ilyen friss, modern hatású és megjelenésű tárgy szülessen a végén. Úgyhogy igazából alapvetően a homlokzat, illetve az épületnek főképp a historizáló elemeit emeltük ki, mint például a különböző ablakokat, ajtókat díszítő frízek, vagy a homlokzatnak ez a nagyon karakteres sziluettje.
A tervezésnél arra is figyeltek, hogy visszahozzák azokat a színeket, amelyek a látogatóközpont, a díszterem, a Lestár Péter terem vagy a Kada Elek terem környezetében dominánsan jelen vannak. Ezek a kék, a vörös és a bézs. Most ugye az időhatékonyság miatt 3D-s technológiát választottunk a magformák elkészítéséhez. Ugye ehhez szükséges volt egy 3D-s látványterv, illetve egy 3D-s modell elkészítésére számítógéppel, ami aztán egy SLA nyomtatással került megvalósításra. Ezek voltak magformák. Ezekről a stúdió kollégái gipszformákat vettek, ugye présformákat, miben az agyaglapokat préselték. Aztán ezek hosszas száratás után kaptak egy első égetést, egy biszfit égetést, ami 960 fokon történt. Aztán kapott egy mázas égetést, majd egy ilyen színes dekoráló égetést, és a díszterem esetében még egy aranyozó égetést, vagy egy ilyen dekoráljárást is. Lévén az új teremjelölő táblák a helyükön vannak, a Nemzetközi Kerámia Stúdió asztalán pedig a folyamat is látszik. Logikus, hogy nem csak egy-egy kerámia alkotás készült el. Számolnunk kellett nekünk is ugye a hiba lehetőségekkel, bármilyen problémával, vagy megugrik a máz, nem úgy terül a máz, repednek a formák, deformálódnak a formák, úgyhogy mindenből legalább extra 4 darabbal számoltunk, hogy a végén biztosan szülessen egy tökéletes darab, ami aztán kikerülhet a falra. A rutin az megvolt hozzá, tapasztalat megvolt hozzá, és én nagyon bízom, hogy a végeredmény is olyan, hogy mindenkit tényleg megörvendeztet, és abszolút hozzájárul a Városháza patinás megjelenéséhez. A Nemzetközi Kerámia Stúdió azonban nem csak a táblákkal járult hozzá a felújított Városháza ünnepségéhez. A felújított Városháza átadó ünnepség keretein belül adták át ezeket az eredeti zsolnai cserepeket, amiket mi kerámia matricával, vagy más néven ilyen levonóképes eljárással helyeztük fel a vektorgrafikus képet, és ugye ráégettük ennek a felületére. Akkorában a Városháza tetejét díszítő eredeti zsolnai tetőcserepekre 820 fokon égették rá a Városháza sziluettjét és az ünnepség sorozat szlogenjét, az én Városházám, a tiéd, a miénk. A Lechner-Ödön udvart pedig további kerámia alkotások díszítik, szám szerint 4 szobor látható a belső parkban. A stúdió 77 óta, az alapítása óta gyűjt kortárs kerámiákat, amik mind itt készültek. Ugye ezt érdemes megjegyezni, hogy nagyon jelentős, világszinten jelentős kortárs gyűjteménnyel rendelkezünk, több mint 4000 darab műtárgyal, és ezekből választottunk ki olyan darabokat, amik viszonylag markánsabban meg tudnak ott abban a térben és abban a környezeti körülmények között jelenni. Úgyhogy egy orosz művésztől, Alexander Zadorintól helyeztünk ki egy alkotást, egy izlandi, de magyar kötődésű művésztől, Jóna Gudvardardottitól két alkotást, illetve Satoru Hoshinótól, ő meg egy japán művésztől is kikerült egy gyönyörű, szép ilyen zöldes árnyalatokban, illetve ilyen természeti formákat megidéző kerámiát helyeztünk ki tőle. Sütő Erika, a Nemzetközi Kerámia Stúdió vezetője, a Városháza ünnepség sorozat kapcsán elárulta, számukra is jó érzés, hogy gyönyörűen megújult az épület, és hogy ehhez hozzájárulhattak munkájukkal. Egy 40 éves álom vált valóra áprilisban, amikor ünnepélyesen átadták a multifunkcionális modern sportcsarnokot a Katona József gimnázium udvarán. Az örömteli ünnepség apropójából az alábbi videó összeállításban megmutatjuk, milyen épületekkel és sportlétesítményekkel gazdagodott a város az elmúlt 10 évben a TAO támogatásoknak és az önkormányzat hozzájárulásának köszönhetően. Nagyon jó lehetőséget kapott az ország, és ezen belül a városunk is a TAO támogatási rendszernek köszönhetően
egy olyan széleskörű összefogás, amiben a központi kérdés mindig a gyermekek, az ifjúság nevelése, egészségtudatos nevelése és a sport iránti szeretetére irányul a figyelem, de mellette a szülőkkel, a vállalkozókkal, az iskolával, a profi szakmai szövetségekkel együttműködve és a város támogatásával egy igazán szép programot sikerült összeállítani Kecskeméten. A legnagyobb értékű és a legemblematikusabb az utolsó sportcsarnok, a Katona József Gimnázium sportcsarnoka, a Dunsz Ferenc sportcsarnok, ami egyben egy multifunkcionális sportcsarnok is, hiszen egy legidősebb, legtradicionálisabb sportolási módja a városunknak a röplabda is helyet kap, ugyanakkor a legfiatalabb sportolási lehetőségünk a futzál teremtette meg ennek a lehetőségét. Minden évben pályáztunk, és minden évben komoly sikereket értünk el. Így a 10 év alatt mintegy 5 milliárd értékben sikerült a sportinfrastruktúra fejlesztésére fordítani, de elsősorban az utánpótlás nevelés területén. Több ezer családnak, több ezer fiatalnak biztosítunk nagyon szép kulturális és egészségügyi körülményeknek és a sportolás kitűnő feltételeit megteremtve olyan lehetőséget, amelyben fel tudnak zárkózni és élsportolóvá tudnak válni, hogyha úgy döntenek. Azt gondolom, a kecskemétiek számára szívet melengető az is, amikor az országban elsőként átadott versenyuszoda nem lebontásra került, hanem kosárakadémia néven és egy kosárakadémia Mercedes-Benz kosárakadémia megújulásával itt maradt a kecskemétiek körében. Egy teljesen új, nem fedett és nem csarnokot, de egy fedettebb létesítményt tudtunk a szabadidőparkban megvalósítani, beruházni, és egyre jobban erősödik a jégkorong szakosztály is, úgyhogy bízom benne, hogy ahogy egyre nagyobb a létszám, egyre komolyabb szakmai munka folyik ott is, felfigyelmad a szövetség ránk, és tovább tudunk lépni egy megfelelő infrastruktúrális beruházásra, hiszen azt gondolom, hogy Kecskemét és az a térség, az a régió, ami a városhoz tartozik, igenis elbír most már egy jégkorong és egy jégcsarnok pályát is a következő 10 éves terveinkbe, ha ezzel számolunk, belefér. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Új teremjelző táblákat fedezhetnek fel a látogatók a Városházában az átadó ünnepség óta. A két tanácskozó terem, Kadaelek és Lester Péter nevét viseli a jövőben. A teremjelző táblákat a Nemzetközi Kerámia Stúdió készítette el. A kecskeméti tehetségsegítő tanács díjait adták át pénteken egy gálaműsor keretében a Városháza dísztermében. Ehhez kapcsolódott a kecskeméti képzőművészeti tehetségműhelyek bemutatkozó kiállítása is, amely június 17-ig tekinthető meg.
Átadták a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság toborzói az 1000. területvédelmi tartalékos katonát Bács-Kiskun vármegyének. A kadétképzésben tanuló fiatal a megyeháza dísztermében írta alá szerződését. Az ország minden pontjáról érkezett mintegy 400 gyermekgyógyász szakorvos Kecskemétre. A kongresszus fő témája az újszülött ellátás. Csütörtökön este bemutatták a Városháza dísztermében Benni János kecskeméti szerző Hunyadi Jánosról szóló könyvsorozatának legfrissebb 12. kötetét. Kedves nézőink, hírórával legközelebb hétfőn este várjuk Önöket 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Én kollégáim nevében is megköszönöm egész heti figyelmüket, további szép estét kívánok, friss hírekkel hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!